reggeltől hosszú sorok kígyóztak a görög bankok előtt, 3 hét után ugyanis újra kinyitottak a pénzintézetek. Az azonban, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágásba, sok időbe telhet. Kedvező változás, hogy ismét lehet fizetni külföldön is a görögországi bankok által kibocsátott bankkártyákkal. A pénzintézetek megnyitásától függetlenül azonban néhány szabály változatlan. Továbbra sem lehet például külföldre utalni. A helyi kibocsátású bankkártyával június 29-e óta 60 eurót lehetett felvenni naponta, ez most úgy változik, hogy a banki ügyfelek egy hét alatt legfeljebb 420 eurót vehetnek fel készpénzben. A banki dolgozók szerint egy ideig fennakadásokra lehet számítani. A teljes bankrendszert erős állami felügyelet alatt tartják. A bankok megnyitása annak köszönhető, hogy a görög kormány elfogadta hitelezők feltételeit, és egy újabb mentőcsomagért cserébe megszorító intézkedéseket vezet be az országban. A 3 hetes zárvatartás miatt mintegy 3 milliárd eurós vesztesége lett Görögországnak. Csak a kiskereskedelmi forgalomban 600 millió eurós vesztességet szenvedtek el, míg az exportőrök 240 millió eurós kieséssel számolnak. A vámhivataloknál mintegy 4500 nyersanyagokkal és késztermékekkel töltött konténer vesztek el. Az aténi tőzsde továbbra is zárva tart.